Négy győzelemmel és egy vereséggel érkezett a Cegléd a városi stadionba, így a házigazda nem számíthatott könnyű mérkőzésre. Ehhez képest Pöröskei már a hetedik percben vezetéshez juttatta a Sparit, négy perccel később pedig Rezes duplázta meg az előnyt. A 37. percben Pöröskei szerzett újabb volt, a 73. percben pedig csorba jegyezte a negyedik hazai találatot. Az utolsó tíz percben a Cegléd 2.11-ből még kozmetikázott az eredményen, de a hatodik nyíregyházi győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Minden meccsünk nehéz ebben az osztályban. Annyi könnyebbség volt most a hétvégi rangadón, hogy az ellenfelünk egy nyíltan játszott. Le a előttük, de ez egy veszélyes dolog volt az ő részükről. Hiszen a mérkőzés elején olyan előnyre tettünk szert, amit már később nehezen tudtak, sőt nem tudtak kompenzálni. Jó játszottunk, nagyszerűen léptünk fel az első pillanattól kezdve, a szép dolgokat szereztünk és megérdemelten nyertünk. A másik megyebeli csapat a Nyírbától továbbra is vár az első győzelmére, mivel hazai pályán egy-egyes döntetlen játszott a Tiszaújvárossal. várossal. Hat fordulót követően a Nyíregyháza Spartakusz áll az NB3 keleti csoportjának élén, megelőzve a szintén 18 pontos Kazinszbarcikát és a 15 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Cigándot. A Nyírbátor két ponttal az utolsó előtti helyen várja a folytatást. A Spali szombaton a felső tárkányba, a Nyírbátor pedig Ceglédre látogat.